Nem, ez nem Bécs, hanem Temesvár, Románia harmadik legnépesebb városa. Az Osztrák-Magyar Monarchia azonban otthagyta a kezenyomát Temesváron, még napjainkban is sokszor csak Kisbécsnek nevezik. 2023-ban pedig Európa kulturális fővárosaként kerül a figyelem középpontjába. Mitől olyan különleges Temesvár? Az évszázadok óta élő és szemmel látható kulturális sokszínűsége miatt. A legtöbb helybéli számára például az is teljesen természetes, hogy 2020-ban egy olyan német embert választottak polgármesterré, aki a Fekete Erdőből származik. Hihetetlenül büszke vagyok Temesvárra, arra, hogy ez a város az elmúlt évszázadokban sikeresen ötvözte a szépséget az értékekkel, az együttélés igényével. Temesvár a jövőre is gondol, és új impulzusokat küld Európa jövője felé. Éppen ezért büszke vagyok, és nagyon örülök annak, ami jövőre itt ránk vár. Temesváron mindenki megtalálhatja a különböző korokból származó építészeti stílusokat. Hol bújnak meg ezek az eldugott kincsek? Vlad az Európai Kulturális Főváros Projekt kommunikációs szakértője munkatársaival együtt a város ezen finom részleteit is szeretné megmutatni. Minden felelősségtudó európai kulturális főváros célja a kapcsolatteremtés, a polgárok bevonása és a város felfedezését szolgáló új utak kidolgozása. Pontosan ez a szándékunk, ezért nem korlátozzuk magunkat a központra. Nagyon könnyű lenne egyes rendezvényeket, koncerteket a központba, és néhány már ismert, hagyományokkal rendelkező kulturális intézménybe összpontosítani. Decentralizálás, részvételre ösztönzés és a kultúra demokratizálása. Néhány azon vezérelvek közül, amelyek az itteni szervezőket és művészeket motiválják. Egy régi víztoronyból kulturális központot, egy régi klinikából pedig multikulturális centrumot alakítunk ki, ahol a nemzeti kisebbségek is megtalálhatják a helyüket. És persze rengeteg színházi előadást és koncertet szervezünk. Szóval sok helyi gyökerekkel rendelkező európai együttműködésre lehet számítani. A temesváriaknak három állami színházuk is van, egy román, egy német és egy magyar is. A német állami színház igazgatója úgy véli, eljött az ideje, hogy a Shine Your Light, azaz a ragyogjon a fényed mottójának megfelelően más európaiak is felfedezzék ezt a magától értetődően multikulturális helyet. Úgy gondolom, itt az ideje, hogy Temesvár a legjobb oldaláról mutassa meg magát, hogy a város kisugárzása hatással tudjon lenni a más országokból és kultúrákból érkezőkre is, akikkel kapcsolatba lehet lépni, és akiket szívesen üdvözölnénk itt, Temesváron. Több száz projekt elindult már, némelyikben világhírű személyiségek is részt vesznek, de vannak nem szokványos, kevésbé megszokott helyekre szervezett programok is. Például a már a polgármester által említett víztoronyban, amelyet kulturális központtá alakítanak át. Ennek a megvalósításáért Simona Gyura felel. Ebben a kerületben jelenleg nincs kulturális kínálat, ezért minden korosztály számára átfogó művészeti és kulturális programot dolgoztunk ki. Artele și pentru toate categoriile de vârstă. A város fontos szerepet játszott a rendszerváltásban is. 1989. decemberében itt kezdődött a kommunista diktatúra elleni véres forradalom. Szabadság, szabadság, kiáltották annak idején a tüntetők. A temesvári szerb közösségből származó szerző és újságíró Mimo Obradov számára még mindig ez a szabadság jelenti a legnagyobb értéket. A mindig nyíltan fogalmazó öreg rocker szerint a kultúra globalizációja egy rossz irány. Această situație în care contează mai mult marketingul, mai mult ceea ce... Manapság a marketing a legfontosabb, az, amit mutatnak. A plakátok, a prospektusok, az események, ahol az ember nem igazán érti, hogy miről van szó. Az olyan kifejezések, mint a mapping és a tracing, azaz feltérképezés és nyomonkövetés vízesésként zúdulnak mindarra, ami korábban egyedi és eredeti volt. Korccsá válik. Hogy is mondjam, mindent megváltoztat, ellaposít. A globalizáció szelleme mindent egységessé tesz. A vélemények sokféleségére is épít Temesvár programja kulturális fővárosként. Olyan viták helyszínévé szeretne válni, amelyek fenntartható módon folytathatóak, mondja Simona Gyura. Nem szabad, hogy 2023 csak egy újabb projekt legyen, hogy utána azt mondjuk, vége, ennyi volt. Nem, számunkra 2023 csak a kezdet. És pontosan ezek a szempontok, a fenntarthatóság, az európai szellemiség és a kulturális sokszínűség voltak azok, amelyet Európa kulturális fővárosának kiválasztásakor figyelembe vettek. Temesváron ez a mindennapok része. A 2023-as év pedig lehetőséget kínál arra, hogy ezt a világ közönségének megmutassák.